Itt vagyunk a TV2 udvarán Györfi Pállal, a mentőszolgálat szóvivőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Aki most nem autóval, nem kerékpárral, hanem ezzel az új hipermodern mentőautóval érkezett, amiben 23-at vásárolt most az országos mentőszolgálat. Mutassuk be ezt egy picit, ezt az autót, mert tényleg minden igényt kielégít, és már nagyon ráfért a mentőszolgálat. Bebújok előre, jó? Jó. Parancsolj. Köszönöm. Talán én azt gondolom, hogy kívülről a legfeltűnőbb azért ez a kocsi, mert ennek a bizonyos Európai Uniós egységes mentőszínnek azért ma még van tekintélye az utcákon, és ez a citromsárga szín feltűnő. De hogyha benézzünk, én azt hiszem, hogy tényleg egy európai szintű mentőautót látunk. A horvát szerkezet is az, ezt majd megmutatnám mindjárt egy kicsit messzebbről. Ez az az autó, amivel általában két mentő érkezik a helyszínre, egy mentőápoló és egy gépkocsi vezető, és viszik magukkal azokat a felszereléseket, amik vagy táskákban, vagy pedig fixen itt a polcokon találhatók. Gyönyörű kis szekrény, fiókokban, lehajtható helyeken, mindennek megvan a helye. Azért mondhatom ezt hittel, mert részt vettek a kialakításában azok, akik használják, tehát mentőápolók, mentőtisztek, gépkocsi vezetők mondták meg, hogy hol van a legoptimálisabb helye az egyes dolgoknak. Ennek köszönhető például az is, hogy olyan húzattal húzták be a székeket, amik könnyen tisztíthatóak, hiszen azért jelentős és mindenféle fajta szennyeződés lehet egy-egy ilyen mentőakció során. És egyébként klimatizált is ez a mentőautó. Abszolút. Talán így a hőség idején, hogyha valaki elájul a melegben, akkor azért nem mindegy, hogy a mentőautóban még melegebb van-e, vagy pedig tudjuk egy kicsit jobb körülmények közé helyezni. Az infúzióknak például egy rejtett helye van. A falon olyan rögzítések vannak, ahol elférnek a például defibrillátor készülék, a kis szekrénykékben mindenki tudja, hogy pontosan hol találja meg a fecskendőket, tűket, hogyha szükség van rá, a gyógyszereket, kötszereket, infúziók vannak elhelyezve. Tehát bármi történik, itt el tudják kezdeni az ellátást, illetve az újraélesztést is. Abszolút, és egységes, tehát hogyha mondjuk egy baleset helyszínen több megyéből dolgoznak kollégák, pontosan tudják, hogy hova nyúljanak, mert minden kocsiban ugyanott vannak a dolgok. Menjünk akkor hátra, mert az is nagyon érdekes, hogy ennek milyen más és modernebb kialakítása van ennek, igen, a mentőautónak, ami nagyban megkönnyíti a mentést. Bocsánat, azért a jelmondatunkra ad hívjam fel a figyelmet, mert én azt hiszem, hogy a kocsi és a tárgyak mellett talán még ez a lényeg, amire... Hivatás az életé. Így van. Itt van akkor hátulról az a mentőautó. Ez az a hordály szerkezet, ami egy pillanat alatt kihúzható, ledönthető. Ezeket a mozdulatokat a kollégák ugye begyakorolják, kiúzzuk a hordágyat, kinyílnak a lábak, és útközben is azért... A karnak a segítségevel lehet kihúzni, ne tegyük meg, gombot, mert azért ez jó, igen, nehéz. És amennyire lehet csillapítja az út egyenetlenségeket, mert hogyha például egy sérültet végig kell vinni, mondjuk itt a főváros utcáin, könnyű elképzelni, hogy az milyen terhelést jelent. Ez a szék is kiemelhető, lábakon gurul, és ebből egyelőre 23 darabot vásároltunk, de már aláírtuk a szerződést a következő szállítmányra, ami még 60 darab, 1,45 milliárd forint értékben, évvégéig az is megérkezik. Hány mentőautó van egyébként, és hányat kellene lecserélni ebből? 900 autónk van, ennek körülbelül a harmada cseréért, tehát 300 autó beszerzéséről álmodunk, de ez most már nem csak álom, mert ha minden jól megy, akkor még egy Európai Uniós forrásból 200 autót vehetünk jövőre, és akkor azt mondhatjuk, hogy utolértük azt a lemaradást, ami mondjuk 2007 és 2010 között keletkezett, mert akkor egyetlen egy új autót sem vehettünk. Hogyan tudták, milyen pénzből megoldani, azon kívül, hogy van ez a 90-valahány, amit említett, hogy az Európai Uniós forrás, és ezt a 23-at? A 23 darab 570 milliót kaptunk, ez állami forrás, tehát az egészségügyi szakállamtitkárság biztosította. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen autó körülbelül 20 millió forintba kerül, kevéssel marad alatta a 20 milliós árnak, ami ha úgy veszük, akkor nagyon sok pénz, de hát ez azért eltér minden eddigi mentőautótól, és hogyha előre mennénk, ott mondjuk GPS találunk, ott menjünk mondjuk... Előre, de hát jól, pontosan tudjuk, hogy egyébként az emberi életért semmi nem drága, tehát az, hogy ez az autó 19 millió forintba kerül, vagy majdnem 20-ba, ez tulajdonképpen teljesen mindegy, akkor, hogyha arról van szó, hogy meg tudnak-e vele jobban és könnyebben menteni emberi életeket. Abszolút. És ugye ezek az autók azok, amik bárhol feltűnhetnek az utcákon. Mi azt tervezzük, hogy minden megyébe juttatunk belőle egyet, ezekben a napokban kerülnek ki a mentőállomásokra, és ugyanígy valahogy igazságosan próbáljuk elosztani a következő szállítmányt is. Tehát egy olyan panel látszik itt, ahonnan lehet kezelni az összes hangjelzést, fényjelzést, világításokat, ebben tolatóradar is van, így van. Tehát ezek olyan körülmények, amikről lehet, hogy Németországban már úgy beszélnének, mint egy normális átlagmentőautóról, de az én bajtársaimnak ez egy óriási előrelépés. Gyakorlatilag ez az álom kategóriájába tartozott, de most ez azt jelenti, hogy európai szintű mentőautókkal tudnak közlekedni és tudnak menteni. Így van. Mennyi az élettartam egyébként egy ilyen mentőautónak?
normális helyeken azért mondjuk 5-6 évente ezeket a kocsikat lecserélik. Magyarországon az országos mentőszolgálat flottájában sajnos 12-13 éves autók futnak, ezekben közel 1 millió kilométer van, és ezt az 1 millió kilométert nem békés, nagypapás üzemmódban teszik meg, hanem állandó terhelés mellett, úgyhogy ezeket az autókat sűrűbben kellene cserélni. Mi a, ön szerint hogyan lesz lehetséges ennek a bizonyos egyharmados autócserének a megoldása 5-6 évente? Most mi 38 esett rohamkocsit vásároltunk már idén, itt az újabb 23, aztán most a 60 év végéig, ha ezt hozzáadjuk a 200 darabot, amit az uniós forrásból vásárolunk, akkor pont a harmadát cseréljük le az autóinknak, de utána sem dőlhetünk átra, évente kb. 80 darabot kell újra és újra lecserélni. Még meg, hogy mit szóltak a kollégák ahhoz, hogy ilyen autóval közlekedhetnek? Nagyon-nagyon örültek, és nagyon fontos az, hogy tényleg benne van az ő munkájuk, az ötleteik, az ő elgondolásaik. Én azt gondolom, hogy ez a szolgálat arra lehet leginkább büszke, hogy 7000 ember alkotja, és mindannyian egy célért küzdünk a betegekért. Nyilvánvalóan. Egyébként most hogyan állnak az esetekkel ebben a nagy melegre, hogyan készülnek? A nagy melegben nekünk kb. 20-30%-kal több riasztásunk van az átlagosnál, most megint kánikulai időszak várható. Próbáljuk azért, ha lehet, fölhívni a figyelmet a veszélyekre, a megelőzésre fektetni a hangsúlyt, de fontos, hogy mindenki tudja, hogy mi készenlétben állunk. Igen. Én életemben egyszer utaztam mentőautóval, nem kétszer, nyilvánvalóan nem önszántamból, de azt gondolom, hogy hihetetlenül fontos az, hogy az ember biztonságban érezze magát, és egy ilyen autóhez csak hozzá tud járulni. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy bejött és megmutatta nekünk ezeket az autókat. Nagyon szívesen. További jó munkát. Köszönöm szépen.